Szóval sziasztok srácok, Kelvin Fit LL Junior, ami egy nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ez a két előadó így együttműködött. Szóval Instagramon kövestek be engem, vannak fasz a képeim, és a többi Roli Official néven megtaláltok. Én azt mondom, csekkoljuk a zenét, és akkor nézzük meg, hogy mit sikerült ennek a két párosnak alkotnia. Milyen jó kis feeling lakókocsi. Leho csinálta, ahogy látom. Kevin el van, ahogy látom. Közben itt nyírják Kevin nagyba. Gypsy Barbershopba. Lehet ez a Gypsy Barbershop. Mi a fasz? Dik, milyen stílen van itt? Ej, tudom, hogy ilyen csavargó stíl. Ilyen gyorsan élek, sajnos engem gyerekként is messziről elkerült már a józan élet. Legalább nem lettek oda a kósza évek, menetelek fel a helyre, józan élet. Legalább nem lettek oda a kósza évek, menetelek fel a helyre, soha nem hagyom a bal, még forra vére. Egy kicsit szétszor. Amúgy egyébként kicsit változatos stílus, tehát Kevintől ez messze áll, és egyébként énekel, ami meglepettem. És egyébként ahhoz képest elég jól megy neki, ahhoz képest, hogy rapper nyilván. Egy for meg én, kóborolok a tójegén, velem együtt jár a jókedvén. Híres kis promó. Mennyi szotyi, Dik? Azt a rohadt kurva eget. Mennyi szotyit utoljára iskolákban láttam így szétszórva. De az is csak ma izé volt. Héja. Héja, geci. Ülöttünk minden hófehér. Shit, az élet egy vicc, minden tesó illúzió. Semmi nincsen, minden mió, hidd el, diló illúzió. Csak látod, de nincs, hogy csinálod. Úgyhogy ezeket a borokat a videók felvétel után, és videóklip forgatás után vajon megitta a Kevin? Pedig vágott a tiltot, imádott, hogy a tüzet szított. Ugyanaz maradtam a kis, mert azt tudja jó, hogy nem lett érdetem, ha nem felálltam minden kudarcból. Egy kicsit szétszor, egy kicsit kótyagot. Egyébként változatos. Tehát eddig nyilván Kevinnek a zenéje arról szóltak, hogy megcsináltam, meg megbasztam ezt, meg megbasztam azt, viszont eléggé jó, geci. Én azon csodálkozom, hogy egyébként eléggé jó kis muzsika, változatos, és tetszik egyébként. Csavargó klip minden, de az ruha nyakam rámerem tenni, hogy vegy egy milliás. Minden este hangosan szólít az éjszaka. Begyújtok egy dzsangát és az élet egyből szép. Ez egy csúnya is van már. Józa lenni, jó a kép. De tudod a pacekot, tudod a stílot. Engem hívott meg az én barátom. Egyébként nagyon fura, hogy így K. Kevin és Junior az együtt működtek, mert igazából nem egy műfajban mozognak, ezért is lepett meg engem. Marketing az 24 karátos, 24 bomba, bum, aranyalbum, meredek kocsinteni, de jó, aranyafó, töltsed a bort, a Kevin is ellen Junior. Hiába mutatod nekem, hogy haverok vagyunk, de tudom, hogy nem vagy az, ugyanis most van, van a csaj, van a lév, van a flow, de kimaradsz, és ha irigyek lennétek, mérek át egyet mondhatok, igyeben a YouTube, igyeben az út, szabad a mikrofon, ha bezen, de egy kicsit szétszort, egy kicsit gótyagos, szívemen vérkort, megy a szotyizás. Amúgy egyébként, ahogy elkezdett a Junior-nak a rész, egyből elkezdtek boxolni. Mondom, csavargó klip, de két nyilás ruhában vannak. Jordan, nada, mondtam. Öcskösöm, minek az a ennyi? Magad dzsanga? Tudod, hogy magadnak árteszel? Miért nem lazulsz, hogy iszol egy koktélt, vagy egy bort, koktélt? Valami? Tudom, bratya, ez, hogy nem jó, de mégis csinálom. Igazad van. De felálltam minden kudarcból. Egy kicsit, hogy egy kicsit egyébként nem rossz, én azt tudom mondani, nekem kifejezetten tetszik, és igazából a változatosság is tetszik, az, hogy eddig Kevin az nem ilyen stílben nyomta, tehát inkább arról szóltak a szövegei, hogy például Csivas szövege, nyilvánvalóan a lányokról szólt, illetve az, hogy megcsinálta, meg saját magának csinált mindent, és kicsit változatos volt ez nekem, úgy megmondva,
ugyanis most kicsit másról nyomta, ami kifizetten tetszett nekem. Szóval ezt egy pozitívumként tudom elmondani. Nekem egyébként bejött is, hallgatható szerintem, én fogom is pörgetni rendszeresen. Szóval, ja. Egyébként mennyi sok szemét van ott, basz? Most veszem észre. Na, lényegtelen. Azabban még mindig ez a kamera minőség van, mert nem sikerült szereznem objektívet, de aki nagyon jól tud, aki tud egy jó objektívet videózásra, az nyugodtan dobja nekem Instagramra egy üzenet, és akkor megbeszéljük, és akkor, vagy ha tudtok, vagy ha van nektek, vagy valami, akkor én megvásárolom ténylegesen. Szóval, ja. Szóval köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztetek a videót, ne felejtsétek el, hogy a következő videóban találkozunk, ez csak ennyi volt, ennyi jelenet volt így előre. Szóval köszönöm szépen mindenkinek, aki megtekintette Instagramon, leírásban, a következő videóban találkozunk, addig vigyázzatok magatokra, sziasztok!